Sziasztok! Nagyon sok kérdést kaptunk tőletek arra vonatkozólag, hogy az elkészült festmények, rajzok hogyan tárolhatók otthon. Úgyhogy most ezzel fogunk egy kicsit foglalkozni, bemutatunk 4 ötletet is arra, hogy hogyan tudjátok otthon elrakni ezeket a képeket. Az egyik megoldás a tárolása természetesen a keretezés. Erről is fogunk beszélni, de ez nem mindig megvalósítható. Egyrészt nem mindegyik képet akarjuk így bekeretezni, másrészt pedig elég helyigényes dolog. A második ötlet az, hogy valamilyen módon becsomagoljuk. Kérdés az, hogy hogyan, melyik képet, melyik technikával készült képet, miben érdemes csomagolni. A harmadik megoldás a laminálás, illetve vannak olyan képek, ugye a pasztel, vagy a kréta, vagy a szénrajzok, amiket le is kell lakkozni, mielőtt bármilyen módon eltároljuk őket. Ebben a számban a laminálással fogunk foglalkozni. A laminálás lényege ugye az, hogy egy műanyag réteget, ezt a lamináló fóliát egy berendezés segítségével ráolvasztjuk a rajzunkra. Mik a laminálás előnyei? Vízálló, könnyen takarítható, ha beporosodik, le lehet törölni, helytakarékos, nem lesz tőle vastagabb a rajzunk, és hát bárhova tehető, fiókba, szekrénybe, szekrény tetejére, bárhol, ahol van helyünk rá. Mihez lehet használni a laminálást? Első feltétele, hogy a rajz papírra vagy kartonra készüljön, vászonhoz vagy vászonfelületű képekhez nem lehet használni. Jól alkalmazható grafitrajzokhoz, színes ceruzás rajzokhoz, akvarell ceruzával készült rajzokhoz, mindenféle ilyen poros technikához, mint szén, háromszín technika, pasztel ceruza, még pasztel rajzokhoz is használható bizonyos megkötésekkel. A lamináló fóliákból kétfajta létezik, matt és fényes. Mindenképpen a mattot ajánljuk, a fényesen nagyon csillog a fény, bármilyen fényforrás éri, szinte láthatatlanná teszi a rajzot. Azt is tudni kell még a laminálásról, hogy kismértékben ugyan, de sötétíti a képet. Ez természetesen függ a papírfajtájától, az alkalmazott technikától, hogy mennyire, milyen mértékben sötétedik, de mindenképpen egy kicsit sötétedik a kép. És még egy dolog, ha kiállításra, vagy pláne eladásra szánod a képet, akkor ne használd ezt a módszert. Egy laminált kép az mindenképpen veszít egy kicsit az értékéből. A laminálást alapvetően két módon lehet megcsinálni. Ha van otthon egy ilyen irodai lamináló készülék, akkor a rajzok egy részét meg lehet csinálni, ezt mindjárt megmutatom, hogy hogyan működik, illetve mikor lehet alkalmazni. A másik megoldás pedig, ha elviszed egy profi képkeretezőhöz, akinek van ilyen berendezése, és ott megcsináltatod. Nézzük először ezt a házi készüléket. Nézzük akkor meg, hogy a házi módszer, azaz ha van otthon egy lamináló készüléked, az hogyan működik. Ez, ami nekünk van, ez egy irodai kategóriájú laminálókészülék, A4-es és A3-as méretet tud fogadni, ugye itt kell becsúsztatni a rajzodat, amit beletettél a laminálófóliába, mindjárt megmutatom, illetve itt lehet beállítani azt, hogy milyen vastagságú a fólia, amit használsz, általában 80 vagy 125 mikronosokat lehet kapni, és akkor ezzel a kapcsolóval kell állítani. Most bekapcsolom a készüléket. Ez itt el fog kezdeni fölfűteni, és közben morogni fog, tehát kicsit zajos. Ezt a rajzot fogom most laminálni. Ugye ez egy grafit rajz, egy kicsit szélesebb, mint A4, tehát A3-as méretben tudom megcsinálni. Fólia ugye két rétegű, a kettő réteg közé kell becsúsztatni a lapot, a rajzodat, majd ezt belerakni a gépbe, ami közben bemelegedett, úgyhogy ezt most ide visszarakom. Arra érdemes figyelni, hogy itt merőlegesen menjen be, hogy ne húzza félre a gép. És hogyha belehelyezted, akkor szép lassan elkezdi bevinni a lapot. Kijött a rajzod, akkor ha megfogod, akkor ez még meleg, és főleg A3-as méretben hajlamos egy kicsit hullámosodni,
Úgyhogy ezt érdemes egy 10 percre lelapítani, tehát valami nehezéket rárakni, és megvárni, míg kihűl, mert akkor egyenesebb marad a fólia. Addig, amíg ez hűl, addig megmutatok néhány rajzot, amit ezzel a készülékkel lamináltunk le. Ez egy grafit rajz, fényes fóliával lett laminálva. Most megvilágítom egy lámpával, hogy mennyire tud csillogni, becsillanni egy ilyen fényes fólia. Ez szintén grafit rajz, ez már matt lamináló fóliával lett elkészítve. Ez pedig egy színes ceruzával készült rajz, ezt is szépen megvédi a laminálás. Mint említettem, pasztel ceruzával, pasztellel készült rajzokat is lehet laminálni. Házilag csak akkor javaslom, ha nem túl vastag ez a réteg, ez a pasztel réteg, akkor azért, mivel sok a papír felület, még a házi készülék is jól megragasztja. Tehát ilyen jellegű, vagy ilyen jellegű rajzot azt lehet. Viszont ha túl vastag a réteg, a pasztel réteg, akkor sajnos ez a házi ragasztás, illetve ráolvasztás nem működik. Egy idő után ledobja a fóliát magáról. Hogyha most ezt itt megnézzük, egy picit meghajlítgatom, akkor jobban látszik, hogy elvált már a fólia ettől a rétegtől. Talán is tudok már nyúlni. Tehát elvált ettől a pasztel rétegről. Ha ilyen rajzot akarsz csinálni, ilyen rajzot akarsz lelaminálni, akkor az csak profi gépen, képkeretezőnél lehet megoldani. Lássunk akkor néhány olyan képet, ami profi gépen, képkeretezőnél történt. Azon a gépen meg tudják úgy csinálni, hogy ez a fólia tényleg rátapad a képedre és nem fog leválni. Ez ugye egy inverse technikával készült kép fekete lapra. Ez egy pasztelrajz, pasztelpapírra készült. És akkor itt egy olyan kép, egy pasztel kép, ami már vastag kartonra készült, ugye a Sennelier papírra, a Dörzsi papírra. Ez már nem megy bele a házi készülékbe, illetve ha bele is megy, akkor biztos, hogy nem tapad meg rajta a fólia rendesen, hogy ezt profi helyen kell megcsináltatni. Közben elkészült ez a laminálás, illetve kiült a fólia, és ami még hátra van, ugye, hogy körbe kell vágni, vagy körbe lehet vágni ezt a rajzot olyan méretűre, amire szeretnéd. Elkészült akkor a laminált változat, ez most már sokkal kevésbé sérülékeny, nyugodtan lehet tapogatni, simogatni. Hát filctollal nem érdemes rárajzolni, de szinte bármit ki fog bírni ezek után. Ez a laminálás ugye egy nagyon helytakarékos dolog, nem lesz tőle vastagabb a rajzot, tehát egy rajztartó mappában, egy fiókban nagyon sok ilyen rajz elfér. Akkor is jó és ajánlott, hogyha sokat hurcolod magaddal a rajzokat, tehát például egy portfólióhoz, vagy mi nagyon sokat visszük a tanfolyamokra ezeket a demo rajzokat, tehát bizony 3-4 ilyen szállítás után már elkezdett érezhetően kopni még egy grafit rajznak a felülete is, tehát a laminálás ezt is megoldotta. Nos, ez volt az első ötlet, vagy módszer a képek tárolására. A következő videoblogunkban a képek csomagolásával fogunk foglalkozni, hogyan, mibe lehet becsomagolni az elkészült képeket. Addig is jó rajzolást!